Újra muzsikaszótól volt hangos a Garai János gimnázium díszterme. A tavaszi hangverseny után most újra összefogtak a diákok, hogy bemutassák zene, ének vagy akár mesemondó tudásukat az összegyűlt közönségnek. Az egy óra belőlünk névre keresztelt programsorozat már több mint egy évtizede nagy népszerűségnek örvend az intézmény tanulói körében. A konferáló szerepét a már megszokott módon most is diákok vállalták magukra, akik közül az egyik, mint kórustag is fellépett az eseményen. 4 éve már tagja vagyok a magyar kórusnak is, illetve a német nemzetiségi kórusnak is, és ma a német kórus fog szerepelni. A tavalyi Helikoni műsorunkból hoztunk egy kis részletet, és azt fogjuk ma előadni. Hobbi szinten megmarad, szeretek otthon énekelni, de inkább kórusban vagyok jó, egyénileg annyira nincsen kiemelkedő hangom, de a kórusban nagyszerű. Ezen kívül én csak így beugrom, hiszen lebetegedett az egyik konferáló lány, és a tanárnő egyből rám gondolt, úgyhogy szívesen elvállaltam ezt a feladatot, hiszen sokszor konferálok, verset mondok, és szívesen jelentkezem ilyen feladatokra. 2011-ben azzal a céllal jött létre a hangverseny, hogy azoknak a diákoknak, akik zenei tanulmányokat folytatnak a gimis évek alatt, legyen egy fórum, ahol bemutathatják a tehetségüket. A szervezők igyekeznek minden alkalommal sokszínű előadói repertoárt összeállítani a zenekedvelő közönségnek. Ez az első fellépésem a gimnáziumban. Vadászkürtön játszom már 8 éve, de ez az első ilyen komolyabb megmérettetésem. És hát nagyon örültem, amikor Naszladi tanárnő felkért, hogy szerepeljek a műsorban. És hát el is vállaltam, kerestünk a tanárommal egy nem túl nehéz darabot. Végül a Liebzent című darabon akadt meg a szemünk, és hát ezt próbálom minél jobban majd elfújni most. Igazából mindegyik hangszer nagyon tetszett. Azt mondták, hogy mindegyik nagyon passzol hozzám a fúvósok közül, viszont a vadászkürtnek igazából a neve tetszett meg először, és hát utána már csak megszerettem ezt a hangszert, a hangzását, mindenét. Az egy óra belőlünk hangversenysorozat az elmúlt 11 év alatt megért már mélységet és magasságot is. A kezdeti rendszeres fellépéseket pár éves szünet váltotta fel. Naszladi Judit tanárnő közreműködésével azonban újra életre keltették a Hajda népszerű programot, és ma már újfent régi fényében tündököl. Új diákok érkeztek, akiknek nagyon örülünk, a Szekszárdi Zeneiskola vagy Mátz Zeneiskolás tagjai, és vagy szólóban, vagy kamara együttesben mutatkoznak be, illetve lesz egy különlegessége, mert a zárószám az olyan lesz, hogy a felkészítő tanár is játszik az ifjú hölgyel. Zongora négykezes, zongora szóló, vadászkürt, most németül énekelnek, a gimnázium másik népzenei csoportja, a Citera zenekar is bemutatkozik, fuvola trió lesz, klarinét, szólók zongora kísérettel. Megkérdeztem a felkészítő tanárokat, hogy kik azok, akiket fel tudunk kérni. Ez tavaly a tanév végén került megbeszélésre, és egyeztettünk, hogy ki hogyan van-e kedve játszani, és hogyan van, aki most 11-esként jutott el, gondolta úgy, hogy ő szívesen játszik. Tehát itt volt, illetve azért nem volt erre lehetőség, mert a járvány miatt egyáltalán nem volt rendezvény. Ez 3 alkalommal van, az egyik az természetesen a zenevilágnapja, csak ugye ha holnapra esik, és ezért ezt ma gondoltuk megszervezni, a következő alkalom adventben lesz, annak már megvan az időpontja, és lesz egy tavaszi alkalom. Az évadnyitó hangversenyen közel 40 tanuló mutatta be zenei tudását a szép számmal összegyűlt közönségnek.